El nem múló szeretettel köszöntök mindenkit a Weikanzei Tata Steel nagymester versenyt taktikai szempontból boncolgató videónk második felvonásában. Haszon Dávid, aki vagyok, egy a sakkozás mesterelőtjei közül, és én vagyok a Siósak SC oktatója S. Lángokban áll a világ kedves szerzetesek, rengeteg partink van vissza, törekedjünk tehát fáradhatatlanul. Még mindig ebből az első termékeny fordulóból érkezik a következő játszmánk. A legtöbb vizsgált parti, az egy bizonyos állásból fog indulni, mondjuk a 10., mondjuk a 20., mondjuk az 52. lépésből. Ezt a játszmát szerintem érdemes végig pörgetnünk, nem fogjuk nagyon mélységeiben megvizsgálni az összes létező lépést, de ez egy nagyon szép szendvics típusú sakjátszma, elkezdődik egy elég komoly taktikai összecsapással, utána egy hosszadalmas pozíciós masírozás és masszírozás után, masírozás is helytálló, megindul egy végső taktika, úgyhogy taktika, pozíció, taktika, minden van ebben a sakpartiban. Giri játszik világossal, Tari játszik sötéttel, Giri kicsit erősebb, mint Tari, az előzetes elvárások alapján itt fehérnek van esélye igazából arra, hogy megnyeri a partit, ettől függetlenül Tarit sem kell félteni, nagyon ötletesen játszotta a megnyitást, E4-E5, ki az, aki látta már ezt az állást? Spanyol megnyitás, I guess Berlini, hogyha huszár F6-ot lép itt fekete, és egy elég szolid kezelés következik itt világos részéről, futó C6, D-üti C6, és érkezik Sánc. A Sánc talán egy kicsit ritkább lépés, Giri újra tanított nekem valamit. Én, amikor 2014-ben, 13-ban játszottam a 20 éven oliak országos bajnokságán, ahol az előkelő második helyezést értem el, itt H3-at léptem Nagy Gábor nemzetközi mester ellen, és többé-kevésbé egy tűrhető állást hoztam ki. Mi ennek a H3-nak a lényege? Futó G4 lépést szeretnénk adott esetben elhárítani. Ha már most értékelni szeretnénk ezt az állást, kialakult egy kis aszimmetria, ennek általában örülni szokott az a játékos, aki nem a döntetlen tóhajtja, hanem valamilyen úton módon át akar majd menni az ellenfélem. Mi történik itt? Van egy dupla gyalogja feketének, ami általában nem egy túlságosan jó dolog, viszont van cserébe futópárja, ami egy tisztességes kompenzáció szokott lenni. Viszont az állásnak eléggé zárt a karaktere, tehát itt a futópár nem fog jelenteni akkora előnyt fekete számára. A partiban érkezett Sánc, és ezzel a Sánccal Giri megengedi Tarinak a futó G4 lépést, lekötözi az F3-on álló huszárt, egyelőre az E5 gyalog nincsen veszélyben éppen emiatt. Következik H3, futó H5, és egy olyan lépést lépi Tanis Giri nagymester, amit hogyha valamelyik tanítványom lépne, akkor összehúznám a szemöldökömet, és reménykednék abban, hogy legközelebb kicsit meggondoltabban játszik. Gyalog G4-jel meggyengítjük a király előtti mezőket, és belevezetjük az ellenfelet egy egészen szép és ritka változatba. G4 lépés után feketének nagyjából értelemszerű lesz itt a játéka. A partiban huszárötti G4 következett, egyből megindul egy jóképű kis taktika. Hogyha itt jött volna futó G6 mondjuk, leütök E5-re, és bármiféle H5 lépések után először közbe jutok itt G6-on, G5-tel elmerevítem itt a királyszárnyi támadást az ellenfélnek. Hosszú távon lesz egy gyalogelőnyöm, nyilván nem léphetek még össze-vissza itt világossal, de fehérnek nagyjából semmiféle fajta problémája nincsen. Úgyhogy ez az áldozat, amit itt fekete bevállalt, ez szinte kötelező huszárötti G4, H5-i G4, futó G4. Itt van ez a kötés, ami eléggé pofátlan kis dolog. A partiban következett futó E3. Futó E7-tel pedig elméleti újítás, legalábbis én nem találtam erre partit, futó D6-ot léptek itt kicsivel gyakrabban. Ezek azok az állások, amiket én egyik féllel sem szeretek játszani. Világosnak van egy tisztelőnye, tehát nagyjából kötelessége megnyerni a partit, viszont még hosszú lépéseken keresztül vigyáznia kell a királynak a biztonságára. Ha fehér nyer, hát persze, hogy nyer, volt egy tisztelőnye, ha fehér veszít, akkor egy nagyon csúnya mattal fog veszíteni. Feketével, ha lehet még rosszabb a helyzet, hatalmas nagy támadásunk van, az ellenfél királya szinte mesztelen. Ha megnyerjük a partit, azt mondják, hogy ja, hát nyilván megnyerte a partit, egy gyenge királyt meg lehet támadni. Ha viszont fekete elveszíti a partit, akkor hát emészgetheti magát, hogy miért is kellett nekem ilyen hamar, ilyen tisztázatos változatba belemásznom. Király G2 érkezik a partiban, vezére egy fehérnek a terve, hogy ki tudjon majd mászni ebből a kötésből, partiba jött F5, megint csak, ha gyenge az ellenfél királya, próbáljuk meg rányitni az állást. Ez az F5 lépésnek az értelme az, hogy
világosodott eset beleüt, érkezik Sánc, és ja, ez a kötés egyre fájdalmasabb lesz itt világos számára. A partiban érkezett vezére 1, futó F3, király F3, talán ritka a nagymester partikban, hogy világosnak F3-on van a királya a 13. lépésben, és mégis jól áll, mégis talán kicsit jobban áll. F4, fekete megindítja a vezérszárnyi helyett a királyszárnyi gyalogrohamot, és gyalog F3 lépés után érkezik G3, ami nekem nem kifejezetten tetszik, megint csak nem akarok ítélkezni nálamnál három klasszissal erősebb sakkozóknak a játszmáiról, de hogyha valaki hozzám hasonló erősségű lépne nekem G3-at, itt többé-kevésbé megnyugodnék, ugyanis megint csak elmerevedik a királyszárny, amíg itt van ez a kis feszültség, addig mindig megvan az esély, hogy esetleg nyílik ez a vonal, esetleg valamelyik bássa be fog tudni törni. Nyilván Tari bölcsen megfontolt az összes változatot, és az általa legjobbnak ítéltet választotta végül. G3 után világosnak, hogyha olvasta a kedves gyerekkori edzőm által, Mészáros Gyula bácsi által magyar nyelvre lefordított Nimzovicsnak a Blokád című könyvét, akkor tudja azt, kicsit rosszul fogom idézni, hogy a szabad gyalogok, mint például hogy itt a H meg a G gyalog, a szabad gyalogok azok olyan bűnözők, akiket lakat alatt kell tartanunk, le kell blokkálnunk őket. Ha pusztán csak megfigyelés alatt tartjuk őket, akkor bizony ki fognak szabadulni, ők erőszakos bűnelkövetők. Úgyhogy Giri is így dönt ebben az állásban, érkezik király F1, a királynak célja ez a G2 mező, érkezik H3, és bássa H3-mal megint csak a másik gyalogot is sikeresen le fogjuk tudni blokkálni. Ha itt valami randomabbat lépünk, mondjuk lépünk itt egy ilyen király G2 típusú lépést, és azt mondjuk, hogy jó, hát végül is sokkal védjük ezt a H3 mezőt, mint tudom én, lépünk egy ilyen A4-et, hogy majd szépen megtámadjuk az ellenfelet, és stb., akkor fekete egész nyugodtan megteheti ezt a H3 lépést, hiszen dacára az illúzióknak, dacára a látványvilágnak H3 lépést, ugye világos kettővel támadja, sötét csak egyel védi, bássa H3, bássa H3, király H3 után kinyílik a H-vonal, és látszódik, hogy a szabad gyalogot nem volt elég szemmel tartani, hanem bizony le kell blokkálni, a partiba jött bássa H3. Király G2, mind a két szabad gyalogja feketének blokkát alá van helyezve, és azért, hogyha ránézzünk erre az állásra, világosnak mégiscsak van egy tisztelőnye, innentől egy ilyen pozíciós fázis következik, mondhatnánk, bár vitatható támadásvezetési fázisnak is ezt azért lehetne mondani, hiszen fehérnek a dolga az lesz, és ez következik a következő majdnem 20 lépésben, hogy átmozgatja az összes létező figuráját a létező legjobb helyre a sakktáblán. Persze ez inkább kis pozíciós masszírozásnak tűnik, egyrészt lesz itt lavírozás és manőverezés. Manőverezésnek nevezzük azt, amikor az egyik figuránkat A-ból B-be el szeretnénk vinni, mert valami funkciója lesz, valami támadást szeretnénk vele végrehajtani, és lavírozásnak nevezzük azt, amit itt például a világos színű vezér művel, azzal, hogy kicsit jobbra-balra mászkál a sakktáblán, állásjavító lépéseket tesz, nem ront az állásán, és türelmesen megpróbálja megvárni, amíg fekete esetleg valami hibát elkövet, hogy az agyvezér például itt nézi az E5 gyalogot. No, és hát melyik az a figurám, aki állhatna jobb helyen? Jelenleg a C4 huszárnak a helyzetét egy picit esetleg meg lehet javítani. Ez a huszár szépen átűn ide E2-re, és hirtelen ez a kötés megint csak eléggé veszélyesnek tűnik, random lépésre érkezik, mit tudom én, C6 lépésre, amit egyébként se szeretnék lépni, bármikor jöhetnek ezek a huszár F4-ek, ezek egyre veszélyesebb lépéseknek tűnnek, ha leüt az ellenfél, akkor nagyon szépen felnyílik ez a nagy átló, és hát elképesztő harmóniában állnak a világos figurák, gyalogok uralják a világos színű mezőket, a futó pedig a vezér a sötét mezőkön fog nagyon-nagyon gonosz dolgokat végrehajtani. Úgyhogy bársa 8-ról H7, megvédtük a G7 futót, jött vezére 1, vezér D6, vezér C3, és a vezér megindul, hogy hátulról törjön be az ellenfélnek az állásába. Érkezik bársa H8, futó A3, megint csak egy jó kis lavírozás, felállítunk azért itt egy fenyegetést, itt van egy kötés,
random lépésre, mondjuk másra, H8-ra, könnyen lehet, hogy van itt D4, nem tudnám megmondani, hogy azonnal van-e D4, de azonnal még nincsen D4 egyébként. De azzal, hogy lekötjük ezt a C-gyalogot, megint csak problémák elé állítjuk feketét. Jött vezére F6, vezére A6, bársa B8, meg kellett védeni a B6 gyalogot, úgyhogy ha leesnek itt a vezérszárny gyalogok, akkor megint csak szétesik feketének az állása. Érkezik futó C1, futó H6-tal megvédi az ellenfél az F4 gyalogot. Ha érkezik itt esetleg vezére E7, vagy valami ehhez hasonló lépés, akkor jön a taktikai csapás, futóüti F4, gyalogüti F4, huszárüti F4 után, megint csak széthullik feketének az állása, eljutjuk az ellenfél bársát, sőt, még a H4 gyalogot is, sőt, még a G7 futót is be fogjuk tudni gyűjteni. Úgyhogy nagyon kell figyelni egy-egy ilyen állásban sötéttel, hogy minden figura védve legyen. Valamennyire blokádot tud tartani sötét is, tehát világosnak még nem volt egyértelmű, hogy hogyan tud át haladni majd sötét állásába. Jött a partiban futó H6, érkezett vezér A7, vezér D8, futó B2-vel megint csak a mór megtette a kötelességét, a mór elmehet, az F4 gyalog most nagyon védett, de az E5 gyalog nem annyira védett, őket nevezzük lógó figurának, ugyanannyi figura védi, mint amennyi támadja. Ha esetleg ez a bástya arrébb méltóztatik menni, akkor az E5 gyalog már begyűjthető lesz. Kicsit túlterhelt figura is a bástya, túl sok dolgot kell elvégeznie. Bénni bizonyos állásokban le fog csapni ide a futó E5-re, és ha visszajut a sötét színű bástya, akkor bástya H4 után hirtelen mi lepjük meg az ellenfelet a H-vonalon. A partiban érkezett WC8, vezére E7, és futó F8 után, ha valaki szeretné megállítani videót, itt megteheti, talán egy megfejtető taktikával csapott le Giri Tarira. A partiban érkezett huszár F4, amire fekete feladta a partit, megkímélve saját magát a további szenvedéstől, hiszen a játszma innentől fonalasan véget ér. Ha elfogadja az áldozatot fekete, akkor nagyon szépen kinyílik ez a nagy átló, és az a B2 futó hirtelen megtátosodik. Érkezik vezér F6, és érkezik bársa H4, hozzuk a következő figurát a támadásba, bársa H8 mattal kegyelemdöfést hajtunk végre. Ha nem fogadja el az ellenfél ezt a huszár F4-et, hanem lép mondjuk egy király H6-ot, vicces módon a számítógép még azt is javasolja, hogy üssük le nyugodtan a H5 bástyát, hiába üti le az ellenfél a vezérünket, még akkor is jobban fogunk állni, de hát teljesen felesleges egy ilyen nyert állásban ilyen kockázatos dolgokat végrehajtani, nem tudom tiszta szíve javasolni, nyilván vezére F6, király H7 után elképesztő mennyiségű figura jelenik meg itt a H-vonalon, és megint csak szalaszi elmattoljuk az ellenfelet. Úgyhogy Giri megverte Tarit, ez a G4 lépés mindenképpen ötletes, nem javaslom feltétlenül arra, hogy ez legyen azon nyomban a fő repertoárunk, de elgondolkodható, milyen jó az ember néha megnyitás elméletből is kicsit képzi magát tovább. Utána jött ez a nagyon szép hosszú pozíciós fázis, és ez egészen addig zajlott, amíg fekete egy idő után nem tudta tovább védeni az állását. Könnyen lehet, hogy egyébként, hogyha sötét jól játszik, akkor tudta volna tartani, lehet, hogy egy számítógépet nem vett volna meg itt Giri, de a taktika idő után a 99. fenyegetést már nem tudta kivédeni. Van ilyen. Huszár F4, szerintem csinos, aki megtalálta, annak pacsi. No, átállunk a sötét oldalra, MVL játszik világossal, világranglista 5. helyezettje az ifjú Firuzsa ellen, és értékeljük egy picikét itt az állás, mielőtt lépéseket keresgélnénk. A partiban egyébként jött vezér B3, ami egy felhívás arra, hogy vezért cseréljen itt fekete. Világosnak van egy gyalog előnye, ami nem egy rossz dolog, bár ez a célja gyalog, ez nem úgy néz ki, mint hogyha hosszú távon jól védhető lenne, de a sötét színű gyalogok is, a sötétnek nagyon sok gyalogszigete van, és ezek a gyalogok ezáltal nem fogják tudni védeni egymást, nem biztos, hogy mindenféle vezércsere jól esne neki. Talán a gyenge gyalogok miatt és a plusz egy gyalog miatt világosnak minimális előnye talán van. Nyilván világos annak örült volna, hogyha jön itt esetleg vezér B3. Gyakori hiba kicsit kezdőbb játékosoknál, hogy azt hiszik, hogy ha kevesebb figura van a saktáblán, akkor automatikusan megnő a döntetlennek az esélye. Nem is lehetne ennél nagyobbat tévedni. Az olyasmi dörzsölt ravasz gengszterek is, mint akár én. Nagyon sokszor, ha
játszunk egy nagyjából decent játékos ellen, egy kicsivel valószínűleg gyengébb, de normálisan sakkozó ellenfél ellen, leggyakrabban a végjátékban tudjuk őket elintézni, mert sokkal pontosabban kell játszani egy-egy végjátékot, mint egy középjátékot. Mit értek ez alatt? Középjátékban lehet, hogy van 4-5 olyan terv, ami jó terv, amit ha választok, akkor nem lesz igazából komoly problémám, egyik se feltétlenül jobb, mint a másik, sőt, gyakran az emberek vérmérsékletén múlik, hogy én olyan vagyok, megyek, megtámadom a királyt, ez is jó lehet, én meg olyan vagyok, hogy egy pozíciós kis nyúzást szeretnék végrehajtani a vezérszárnyon. Számosféle terv van sok-sok-sok-sok középjátékban. Végjátékban nagyon pontosan kell játszani, mert általában csak egy vagy két olyan terv van, amivel lehet győzelemre játszani, vagy lehet tartani a döntetlent. Szóval ezért B3 után érkezne AB3, hogyha sötét meg akar szabadulni a gyalog hátrányától. Kijön ez a bástya végjáték, ami megint, I guess, döntetlen-szerű, de itt ezek a gyenge gyalogosok, ezek nem olyanok, amiket szívesen játszanánk, pláne nem a világranglista 5. helyezettje ellen. Nyilván itt világos részéről egy logikus terv lenne, hogyha gyenge gyalogok után menne, az A7 gyalog talán a legnehezebben védhető, ahogy előre kényszerítjük, és általános végjátékban hozzuk a királyt a tábla közepe felé. A tábla közepe egyébként nem mindig a centrumot fogja jelenteni, hanem azt, ahol az események zajlanak. G4 után szerintem itt világosnak egész jó esélye van arra, hogy nyúzzon még további 60 lépésen keresztül. Úgyhogy Firuzsa úgy döntött, hogy vezért cserélne, de nem úgy, ahogy azt MVL szeretné. Egy aranyos kis taktikai megoldással bonyolít le egy egyszerű állásra. Általában megnyitás, középjáték és végjátékra szoktuk tagolni a sakjátszmát, de mivel nincsenek itt éles határok, az átmenet időszakát lehet talán lebonyolításnak hívni középjáték és végjáték között. Nem egy általánosan elfogadott terminus technicus, de szerintem nagyjából érthető, hogy mire gondolunk. Ez egy ilyen késő középjáték, pár lépés múlva egy nagyon végjátékszerű állás fog kialakulni. Vezére egy sakk érkezik, amire jön bástya F1, az ellenfél kivédi a sakkot, rátámad a vezérünkre, majd doppergés érkezik, vezér E3, amivel az ellenfelet úgy kényszerítjük rá a vezércserére, ahogy azt mi szeretnénk. Érkezett vezér E3, és Firuzsa elképesztően tehetséges gyerek megtalálta futó C5 lépést, ki gondolta volna. Feltűzzük az ellenfél vezérét és királyát, és ez azért egy nagyon-nagyon másféle végjáték lesz, mint amire itt vezérüti B3, AB3 után lehetett volna számítani. Itt a világos gyalogok nagyon szépen védik egymást, itt futó C5 után világos gyalogjai pont ugyanolyan gyengék, mint sötétnek a gyalogjai. Érdekes lett volna azért még egy kicsikét tovább nézni itt a történeteket. Futó C5 után talán a legjobb lépés, amire világos számíthat, egy ilyen forszírt döntetlen változat, de mivel egy érdekes végjáték jön ki belőle, azért pörgessük ezt le, ha van rá időtök. Király F2 után talán a legjobb lépés az bástya F4, kihasználjuk a kötést egy picit jobban. Futó E3, király E3 után itt azért világos megint csak egy minimálisan jobban áll talán. Bástya F4 után viszont hát a helyzet az, hogy kialakul egy olyan gyalogvégjáték, ahol feketének gyalog előnye van. Hoppá, nem arról volt szó, hogy ez mindig nyer? Majdnem mindig. Jelen pillanatban a gyalog hátrányért világosnak van némi kompenzációja, van egy király előnye. Az azt jelenti, hogy a király jóval közelebb van itt az eseményeknek a középpontjához közelebb kering az ellenfélnek a király, a világos király. Fenyegetünk egyébként egy olyasmi tervvel adott esetben, hogy ledaráljuk ezt a C-gyalogot, és mi akarjuk megfuttatni a sajátunkat. Király F7 feketének is hoznia kell a királyt. Király E5-tel egy nagyon fontos mezőt foglalunk el, megint csak király D6 és társai fenyegetnek. Király E7-tel az ellenfél kizárja a királyunkat, és ezt a lehellett finom gyalog C5 lépést érdemes megtenni. Tér előnybe keveredünk, hátrébb rögzítjük az ellenfélnek a gyalogjait, mint azt ő szeretné. És az érdekes az, hogy feketének kell most már vigyáznia, dacára a gyalog hátránynak legjobban akkor teszi, hogyha belemegy ebbe a változatba. Amiután úgy néz ki, hogy elfogytak a lépések, hoppá. Király D7-et vagy király F7-et kell lépni ebben az állásban, sírtelen, mint hogy a világos állna nyerésre, leüti a G6-ot nem sokára, leüti a H5-öt, még ezért a gyalogért is visszaér, most akkor itt elszámolt valamit a Firuzsa, vagy az NBA nem látta ezt a változatot? A nagyon szép lépés ebben az állásban az gyalog E5 lépés lenne, amivel leáldozza
Fekete ezt a plusz gyalogot, és egyben tehermentesíti magát, király E5-nél nincs jobb lépés, és király D7 után. Az állás viszonylag egyszerű, döntetlen, Fekete megszerzi az oppozíciót, és nem fogja világost beengedni a sorai mögé. Itt aztán tényleg döntetlenről van szó. Úgyhogy ami itt az érdekesség volt, nem táncolunk úgy, hogy az ellenfél fütyül, megtörjük a ritmust, vezér E1, vezér E3. Szerintem egy ötletes lebonyolítás volt az egykori iráni, most Fide zászló alatt induló Alireza Firuzsjától. Az egész sorozat legnehezebb partia következik. Ez nekem ez a játszma volt a sakkparti erről az egész a nagymester versenyről. Donchenko nagymester játszik világossal, és Fabiano Caruana játszik feketével. Szintén végig fogjuk pörgetni ezt a partit, megint csak azért, mert jó a kontraszt, a megnyitás egy elég békésnek tűnő történet, utána pedig kialakul az a tűzi játék, amihez foghatót nem igazán tartogatott még ez a verseny sem. No le, nézzük, miről lesz szó. Valószínűleg Donchenko nagymester végignézte a Queen's Gambit című sorozatot, ezért választotta ezt a lépést. Valószínűleg Caruana szláv védelem irányába tereli a játszmát, és úgy néz ki, hogy ez egy nagyon békés kis chill változat. Itt van egy pár olyan megnyitási finomság, amiről persze lövésem sincs. Miért jobb a futó E4, először aztán futó G3. Valószínűleg jobb lesz feketének egy picivel, hogy ez a gyalog már itt F3 még előre mászott. Futó D2, egy csere egybere, és vezér C2-el indul egy elméleti, vezér C2 elméleti újítás, innentől teljesen tiszta lappal indulnak a játékosok. Jusupov nagymester, ahogy néztem, vezér B3-mal játszott itt egy pár évvel ezelőtt, és megverte, hát a Fabiano Caruanánál jóval gyengébb ellenfelét, úgyhogy lehet, hogy nem csak itt a vezér B3 meg a vezér C2 között van különbség. WC2 után világosnak egy elég agresszív lépése következett, hosszúra sáncolt el, talán itt a rövid sánc szokott lenni ezekben az állásokban az inkább típus történet, de azt mondta, ha már homár, akkor legyen kövér, nekiesek én a Fabiano Caruanának, és hát Caruana nagymester az vette a lapot, vette a kihívás, innentől indul a támadásvezetés. No, Fekete királya jelenleg teljes biztonságban van itt a tábla közepén. Az ellenfél király elsáncolt hosszúra, az esetek nagy részében ilyenkor szeretnénk megindítani egy gyalogrohamot az ellenfél királyának az irányába. Képzeljük el ezt az állást, hogyha nem lenne ez a gyalog, meg nem lenne ez a két gyalog. Sötétnek viszonylag egyszerűbb lenne a játéka, hogyha nyílt vonalakon tudná támadni az ellenfélnek a királyát. És világosnak is hasonló feladata lesz ebben a játszmában. Neki kell esni sötét királyállásának, legyen az bárhol. A partiba jött a 6, tehát ez most nem csak egy szamárfül, hanem arra szolgál, hogy a B5 lépést azt majd tovább tudjam tolni. Érkezett G4, Donchenkót sem kell félteni. DC, futó C, gyalog B5, futó E2, gyalog C5, és gyalog D5-tel világos benyom egy gyalogot. Ez egy ambíciózus gyalog áldozat igazából. Huszárötti D5, huszárötti D5, E5-i D5 után érkezik gyalog F4, gyalog B4, és gyalog E4-jel úgy néz ki, hogy Donchenko ér ide egy kicsivel hamarabb, sikeresen beleköt a gyalog szerkezetbe. Fabiano Caruana nyilván nem cserél ebben az állásban. Ugye, hogyha leütjünk esetleg E4-re, akkor vezér E4 után nem egyértelmű még, hogy mi történik. Feketének van egy gyalog előnye, de ez nem az a fajta állás, ahol egy gyalog előny fog sokat számítani. Minél kevesebb centrumgyalog van, annál durvább lesz a futópárnak az ereje. És hát jelen pillanatban sötét akár középen marad, akár hát hosszúra a sáncolás nem javasolnám semmilyen körülmények között, de akár középen marad, akár elsáncol rövidre, mindenképpen gondban lesz a királya. Úgyhogy nyilván jött itt D4, ami értelemszerűbb lépés is. Folytatjuk a gyalogrohamot az ellenfél királyának az irányába. E5, huszár B6, gyalog E6, megint csak ambíciózus lépés, jó pofa lépés is egyébként. Második gyalogot már nem lehet leütni, nem is áldozat, hiszen vezérüti G6 után sötét királya az a tábla közepén felé fog táncolni. Úgyhogy ez megint nem az a változat, amit a világranglista második helyezettjétől várnátok el. Vezér D5-tel indul az ellent támadás. E5-i F7, király F8. Király F8 megint csak fontos lépés. Általában persze szeretünk gyalogokat nyerni, de ez egy nagyon éles állás. Király F8 után ez az F7 gyalog, ez egy pajzsként fog szolgálni Fekete számára. Hiszen amíg a G7 meg a G6 gyalogot világos, lehet, hogy le fogja tudni ütni, az F7 gyalogját sosem. És amíg itt van ez az F7 gyalog, addig, hát legalábbis az F-vonal irányából nem fogok tudni sakkokat kapni, érdemes ezen elgondolkozni, néha fogjuk tudni használni az ellenfélnek a figuráit is.
A partiban következett H4 lépés, ami nagyon meglepő volt a számomra. Mondom is, kell egy korty kávét rá, hogy fel tudjam dolgozni. Nem is nagyon értettem, hogy H4 ez miért, meg hogyan. Nyilván van benne egy kis logika, megyünk előre a királyszárnyon, és próbálunk tovább támadni. De hát az A2 gyalog az gondban van. És ráeresztettem Madame számítógépet, nem a legizmosabb stockfishem van, de azért egész patent módon számol, még ilyen őrült állásokban is. És hát nem értettem, mert ezt az A2 gyalogot, ezt én nem adnám oda az ellenfélnek. Úgyhogy mit tud itt tenni világos? A partiban, hogyha érkezik esetleg király B1, ezt valamennyire értető, akkor gyalog C4-et szeretnék lépni, és folytatom tovább a nyomását az ellenfélnek, le akarom nyomni az ellenfelet a tábláról. Vezér G6, után bástya H6-tal hoppá-hoppá hozom a következő figurát, és megvédem a B6 huszárt. Vezér F5-re pedig, ez a nagyon szimpla vezér F5 után, már nem számítógép azt mondja, és egyet tudok vele érteni, elsőre az állás eléggé bonyolultnak tűnik még itt is, de világosnak a királyszárny gyalogjai azok hosszú távon elég gyengék lesznek. Ha őket le tudom szedegetni, akkor egy nyert végjátékot fogok játszani. Király B1 tehát nem igazán megy emiatt a változat miatt, de akkor miért nem B3? B3-mal egyrészt megvédem az A2 gyalogot, másrészt a C4 mezőt is túl tudom valamelyest támadni. És talán itt jön ki az, hogy miért H4-et lépett itt Donchenko a partiban, ugyanis már nem számítógép, itt hát egyrészt javasolja A5-öt, ami nekem kicsit logikusabb, másrészt nagyon sokáig itt bástya H3-at mondta itt szuper jó lépésnek, és azt mondta, hogy itt eldől a játszma bástya H3 után, aztán persze rájött, hogy micsoda dolgok vannak, és nem akarok ilyen nagyon számítógépes változatokat mutatni nektek, mert olyan nagyon nem segít az ember is akkon az, hogyha csoda lépések követik egymást 12 alkalommal, mind világos, mind sötét részéről, ebből kevesebbet tudunk tanulni, úgyhogy most csak dőljetek hátra mozizni, mert ez nagyon tetszett nekem. Bástya H3 után készen áll a bástyánk arra, hogy ezt a D3 lépést kicsit megtámogassa. Hát ezeket a futó E1 lépéseket sajnos el kell felejtenünk, hiába védjük meg a D3 mezőt, hogyha a H1 bástyát odaadjuk az ellenfélnek. Úgyhogy, ha érkezik mondjuk vezér G6, akkor meg szintén D3 következik, és futó D3, vezér D3, vezérüti B6 után egyet hátra mozgunk a vezérrel, és vezér A1 lépés az elég ijesztőnek tűnik. Gondolom itt vezér G6-ot kell lépni, hogy időben visszaérjen a sötét vezér ellen a világos színű vezér, viszont megint csak nem annyira kellemes ez a változat világossal. Úgyhogy mi van még itt? Van itt egyrészt futó D3, talán ez a leginkább logikusnak tűnő lépés, amivel blokkáljuk az ellenfélnek a szabad gyalogját. Milyen jó, mintha tényleg egy gondolatfüzérre lennének felfűzve a játszmák, valójában kronológiai sorrendben próbálok haladni, haladunk a játszmákkal, nem nagyon találtam ennél jobbat. Hát megint csak itt eszünkbe juthat a Blokkált című könyv. Nem elegendő az, hogy az ellenfél az uralma alatt tartja azt a mezőt, ahova meg akar lódulni ez a gyalog, sötét nagyon szívesen megszabadul a C gyalogjától. Gondoljunk bele, hogyha nem lenne C gyalog, milyen jól állna az A8 bástyánk C8-on például. B-üti C6, után vezére F3, és itt azt mondta a számítógép, hogy hoppá-hoppá, vége van, világos, itt egész nyugodtan feladhatja, nincs igazából olyan lépés, amivel nagyon hosszan folytatott a játszmát, futó E4-re D3, futó F3, egyszerre egybere, és megint csak egy közel nyert végjáték alakul itt ki. Hú, de hosszú változat, bástya D2 után, nagyon-nagyon gyengusz az ellenfél királya, leesik az A2, leesik a H2, leesik az F7, nyilván világosnak van még minimális esélye, de maximum a döntetlenre. Szóval azt mondja, hogy ennyi volt itt a történet, és mondom, milyen mély ez a H4 lépés, az kivédte volna. Mit nem vett észre Donchenko nagymester, és hát ha Magnus Carlsen nem vette volna észre, azon se csodálkoznánk egy grammot sem. Innentől jönnek az őrült számítógépes változatok, azt mondja, hogy hát teljesen világos, hogyha két figura támadja a futómat, akkor nem védem meg, hanem bástya egyet lépek. És hát mit csináljon itt ebben a pillanatban sötét? Nyilván leüt D3-ra és dörzsöli a tenyerét, hogy oké, nyertem egy tisztet, miért nem adott fel. Érkezik vezér D, bástya D, és innentől meg érdemes észrevenni, hogy ez a D3 bástya, ezt nem védi senki. Világos, majdnem le tudja ütni ezt a bástyát, de a futó az útban van. Úgyhogy érkezik egy egész jó kombináció, puzzle rush-nál nem tudom, 35-40 után érkezne ilyen. Bástya üti E7. Amire, hogyha királlyal megpróbálom esetleg leütni az E7-et, akkor futó B4 után hirtelen világos kivágja magát itt a kulimászból és egyéb fura szószokból. D4 is le fog esni, és
fehérnek nem, hogy nincs baja, hanem ez az az állás, amit keresett, sose állt volna ilyen jól egész parti alatt. Úgyhogy nem üthető az E7 bástya, szóval úgy néz ki, hogy gond van, cserébe üthető a D2 futó. No, versenyezzünk, bástyával vagy királlyal kell ezt a bástyát leütni, nagyon-nagyon nem lesz mindegy, kinek mi az ötlete, nagyon helyes, egyikkel sem szabad leütni, bármelyik ütésre, sötét, leüt ide E7-re, és marad egy tisztelőnye ebből a balhéból, úgyhogy, hát hogyha kétféle figurával is ütetek egy bástyát, egyikkel sütöm le, nyilvánvaló, nem? Bástya D-ről E1 következik, és most viszont lóg a D2 bástya, hiszen megvédtem az E7-et, valamerre el kell vinni, I guess bástya H2 vagy bástya A2 igazából mindegy, hiszen mi ez az állás, kérem szépen, kenyerít világos, vagy sötét? Nem. Ez az állás bizony döntetlen, bástya E8 után bástyával nem lehet leütni az ellenfélnek a bástyáját, mert ez egy eléggé kellemetlen folytatás lenne sötétre nézve, viszont lehet király F-et lépni, és az aljon az bástya az védelem alatt áll, viszont az ellenfélnek eléggé védetlen a királya. Bástya 1-ről E7 után az állás örökös sakkos döntetlen elér véget. Erre nem tudom, ki számíthat volna. Hát talán megbocsájtható Donchenkónak, hogy idáig nem látott el. És nyilván egyébként, hogyha itt egészen sokáig visszaforgatjuk a történeteket, akkor itt az igazi lépés B3-ra valószínűleg A5 lenne. És szerintem akár Ruana is ezt választotta volna. Ahogy egy logikus lépés. Ha B3-at lépett az ellenfél, meggyengítette a királyállását, akkor érkezik A4. De érkezett gyalog H4, hogy ezt a bástya H3-as fenyegetést is adott esetben megtámadja, megakadályozza világos, illetve ő maga szeretne előre törni itt a királyszárnyú oldalon. Jött vezérüti A2, vezérüti G6, és érkezett gyalog B3. Taktikai módon védjük meg ugye a B6 huszárt, ha az ellenfél leüt, akkor ezt talán nem nagyon kell magyaráznom, hogy mi következhetett volna. B3 után érkezett futó E1, utat csinálunk a királynak esetleg itt D2-n. Jött gyalog C4, nyomjuk tovább a gyalogokat, fenyeget gyalog C3, gyalog D3, mindenféle gonosz kis lépés fenyeget. Illetve hiába kerül D2-re a király, megint nem üthető ez a huszár, hiszen adok egy sakkot, meg adok még egy sakkot az ellenfélnek. D4 lépésnek hirtelen hasznát látjuk. Bástya D4-et lépett világos, megszabadított minket a gyalogjaitól. Huszára a 4, fenyeget egy nem túl bonyolult vezérüti B2 fekete apró belőnyével. Tehát vezér B1-el úgy néz ki világos visszavéd, és vezér cserére kényszerít minket, igaz? Na mi történik itt, milyen tisztelt hölgyek, urak? Hát Fabiano Caruana meglépi a legmenőbb lépést az egész verseny alatt. Mondom, meglépi. Futó A3 után világosnak nincs esélye tovább. Fokozzuk a nyomást ezzel a lépéssel itt a B2 gyalogon, és nehéz lesz itt lépni. Hát ha érkezik esetleg vezérüti A2, ez is jött a partiban, akkor mindjárt nézzük, hogy milyen változatok jönnek, de mondjuk, hogyha érkezik bástya D2, hogy megvédje az ellenfél ezt a B2 gyalogot, C3 nem elegendő megfigyelni a szabad gyalogát az ellenfélnek, blokkálni kell, különben mozogni fog előre, C3 után fokozódik a nyomás mindenhol, nem üthet le világos ide, mert sakba lenne a királya, egyébként lóg a bástya, ha A3-ra üt, akkor legrosszabb esetben leütök D2-re, de aztán az is lehet, hogy van valami matta, amit most nem látok. Ha jön futó C3, akkor huszár C3, megint csak itt a kötés az, amit kihasználtam, és hát BC2-re leütök ide először, ez egy eléggé komoly fenyegetés. Ha vezér A2 jön itt, akkor meg szintén leütök ide először, és csak utána fogok leütni ide A2-re, király B1, B2 után az összes létező tisztelőnyöm megvan, amire átsingóztatok ebben a partiban. Mi van még itt? Van itt esetleg olyan lépés, hogy ja, egy random lépés mondjuk, hogyha H5 érkezik, ez nyilván nagyon lassú. Amikor arról beszélünk, hogy időben ez kevés, ez egy túl lassú terv, akkor nem azt jelenti, hogy így lép világos és közben leesik az órája, hanem túlságosan sok tempóba kerülni az, hogy igazi fenyegetést tudjon végrehajtani. Már régen meg lesz mattóva, mire itt bármiféle komoly fenyegetéssel elő tudna rukkolni világos. Futó B2, ezért B2 a legjobb lépés. Király D1-et, meg király D2-t lehet lépni, de hát az ellenfelül megszabadul mindenféle értékes figuráitól erre. Úgyhogy vezér B2-re, mert matt egyszerűen. Vezér C2 után. Hoppá-hoppá. Nincs nagy a másodra a futó A3 lépésre, és azért ezt megtalálni megint csak WoW. Melyik az a gyengeség az ellenfélnek, aki túl tudok támadni? Hát nyilván a B2. Na de vezér A2, ez az igazán izgalmas változat.
Jön B-üti A2, érkezik király C2. Hogyan tudjuk megakadályozni az A2 gyalog vezéré alakulását? Sehogy, bár király C2 kétségkívül egy ötletes terv, hogyha itt nagyképűek vagyunk, akkor A1 vezér után érkezik futó B4 sack, futóüti B4, bástyaüti A1 után még mindig van egy tisztelőnyünk, de megkínálnak minket ezzel a bástya A6 lépéssel. Úgyhogy a kialakuló végjátékot I guess feketének kell játszani a nyerésre, de itt talán egyel könnyebb hibázni. Úgyhogy Caruana, ha már ennyire szépen beszorította az ellenfelet, akkor nem hagyja, hogy ki tudja rugni magát, nem olyan vezér következett, hanem mit csinál, hozza az utolsó figurát, érkezik bástya B8 lépés. A fenyegetésem nagyon egyszerű, nagyon prózai, például, hogyha leüti az ellenfél a futómat, akkor adok neki egy sakkot, meg még egyet. Stílusosan bástyát vennék fel, hiszen három bástya az milyen ritkán tud előfordulni a saktáblán. Szóval a futó itt nem üthető, mi az, amit még nem tehet meg az ellenfél? Nem lépett például futó B4-et. Futó B4-re következik futóüti B4, és futó C4-re megint csak világos, ki akarja rúgni magát itt a balhéból. Itt az egyszerű futó E7, futó B3, bástya H4 után jön egy másik minor átalakulás. Beviszem a gyalogomat, és nem vezérre alakulok. Ha vezérre alakulok ebben az állásban, kérem szépen, akkor az ellenfél megkínál engem egy mattal nagy hirtelenjében. Megint csak azt mondom, hogy ez egy olyan változat, amit hát megint csak szép lett volna, hogyha kijön. A parti lezárása sem volt egyébként kifejezetten ocsmány. Úgyhogy bástya H4-re, O1 huszára jó megoldás, király B1-re, leütök B3-ra, és nagyon-nagyon sok könnyű tisztem marad a bástyaért cserébe. Két könnyű tiszt általában meg szokott érni egy bástyát, három könnyű tiszttel meg Clint Eastwood szól a koporsó készítőnek, hogy három fellőtt menüt. Vagy hogy is volt az Egy maréknyi dollárért című filmben. No, kicsit vissza ide megint csak, bástya B8 lépésre, tehát fenyegetünk, nagyon egyszerű, nagyon primitív bástyüti B2 O1 vezér kombóval. Bástya D8-at lépett itt világos kinyában, érkezett bástya üti D8, B üti A3, és gyalog C3-mal, megint csak ugyanaz, ne örömködjük itt el magunkat, hogyha A1 vezér, akkor még mindig itt van ez a felfedett támadás, és gondolom jobban kellene állni a feketének újfent, de ne adjunk az ellenfél, vár itt, hogy ha nem kapok mattot, akkor jobban állok. De hát itt ja, a futó C4-ek azok eléggé komolyan fenyegetnek, úgyhogy akármit nem léphetek itt, megint csak C3-mal alkotok egy torlaszt, olvassa el mindenki Mészáros Gyula bácsinak a Motívum című könyvét. Torlasz ez egy egészen új megközelítés a taktikai motívumok és kombinációs motívumok meglévő panteonjába illeszkedik bele ez a Torlasz című történet. Miről szól ez az egész? Megint hiába támadja az ellenfél többel a C3-at, mint amennyivel én védem. Az igazi lényeg az lesz, hogy futó ne tudjon B4-re kerülni, ne tudjon az ellenfél taktikai úton, módon megszabadulni a átalakuló félben lévő vezéremtől. Jön futó G3, bástya D2, király B3, és jött huszár C5 sakk, amire feladta az ellenfelesünk. Fegyegetek leütni ide E2-re, és hát van egy minőségelőnyem, aminek már lehet örülni, meg annyi gyalogon fenyeget átváltozással, ami kicsit egészségtelen, megnöveli a játszma elvesztésének kockázatát. Gondolom itt bástya B2, talán nyer azonnal. Jut is, marad is. Úgyhogy mik voltak itt, micsoda változatok voltak itt? Nem ismerem újra végigpörgetni ezt a partit, gyerekeknek semmiképp sem mutassátok meg, de megint csak azt tetszett nekem, hogy egy ilyen lájtos kis, kicsit alábecsült megnyitásból kialakult egy olyan taktikai összecsapás, ami aztán beírta magát megint csak a csak történelembe. Szerintem ez volt a legjobb parti, ez volt szerintem a legbonyolultabb parti, bár versenyzik ezzel a végül is videósorozatba bele nem került Jándoda Kristóf versus Caruana, vagy lehet, hogy fordított színnel voltak, amit szívesen feldolgoztam volna, de az a parti az nagyjából másfél óra. Másfél óra, mire minden változatot az ember végig számít, úgyhogy
kezdjen mindenki azzal, amit szeretne, rágjátok a fülét nálamnál sokkal erősebb játékosoknak, abból a partiból még kevesebbet értettem, mint ebből, itt viszont a lépések meg a változatok menőbb voltak, átváltoztunk vezérré, átváltoztunk bássjává, átváltoztunk huszárá bizonyos változatokban, keresztül húztuk folyamatosan az ellenfélek a számítását, mint egy ilyen jó kis heist movie-ban, mint egy ilyen Ocean's Eleven-ben. No, és ez a videó tartalmazza itt a legbonyolultabban követhető játszmákat, úgyhogy emiatt mindenki legyen hálás, vagy mindenki utáljon, attól függően, hogy mire van igénye. Jesipenko Andrei versus MVL sakkpartiba csatlakozunk itt bele, nem is tudom, milyen színnel leszünk mind a két fél itt elég durva pengeváltásokat foganatosított egymás ellen. Talán a Caruana, meg talán ez az az állás, amit ihaj, hogy lehet-e követni. Megígérem, a hármas számú videóban már egy kicsivel csillesebb kombinációk lesznek, de ezeket is be akartam mutatni, mert nem lehetett kihajtni őket, hogyha igazi highlight pillanatokat szeretnénk szemügyre venni. Úgyhogy ezeket nyilván nem lehet egy az egybe beépíteni az állásunkba, hogy ja, nagyon egyszerű a dolgom, csak előre számolok 50 lépést, és akkor megnyerem a partit. Igen, de nem. De ezeknek a mintázatoknak pusztán a nézegetése is már szerintem nagyon sokat tud javítani az embernek a játékán. Van egy ilyen teóriám, hogy a kreativitás, mint olyan, nem igazán létezik, vagy egy félrekezelt fogalom. A kreativitás szerintem csak az előzetesen megismert mintáknak egyfajta ötletes újragondolása, újra legózása, és nem attól lesz valaki kreatív, hogy nem tudom, homlokon csókolja a múzsa, hanem attól lesz kreatív, hogy nagyon-nagyon sokféle mintázatot ismer, és ezeket szépen össze tudja kombinálni, össze tudja horgolni, újra új kristályszerkezeteket tud kitenyészteni belőle. No, mi történik ebben az állásban? Szintén egy baromi bonyolult történet, ez lesz a mai eszmei egységnek a vége. Ez egy szicíliai védelem volt, annak is egy valaki írja meg kommentben melyik változata, amikor E4, C5, huszár, F3, D6, D4, CD-n után vezérrel ütle világos, fogalmam sincs, hogy hívják, pedig játszottam már mind a két színnel, vezér H4 következett a partiban, ami szemre elnézésnek tűnik. És innentől kezdve mindegyik fél elképesztő gödröket ásott a másiknak, és szemlátomás mindenki szándékosan belelépett a gödrökbe. Mit lehetne itt megkérdezni, mondjuk az unikorni szelidítő szakkörtől is, mi lenne itt a gond a vezér H4 lépéssel? Hát ha nagyon összeszámolom a babákat, akkor háromféle figura is fenyeget ide D5-re ütni, és az ellenfélnek meg csak kettőféle figurája van, aki ezt védi. Nosza, ha fekete jól akar járni, akar nyerni a gyalogot, akkor érkezzen ló D5, ez is jött a partiban. Spoiler, Jesipenko nagymestert nem kell félteni, mi történik ebben az állásban? Lógó figura a D5 futó, ugyanannyi figura védi, mint amennyi támadja. Nincs igazából más lépés ebben az állásban, mint gyalog B4, amivel világosnak az a terve, hogy elüldözze az ellenfélek a vezérét, és hogyha jön mondjuk egy ilyen random lépés, mint vezér D8, akkor bása D5 után világosnak tisztelőnye lesz egyetlen gyalogért cserébe. Ha sötét itt mohó szeretne lenni, akkor futó C3 után még csak a bástyát sem kell elvinni a világosnak, hiszen elegendő mennyiségű túlerővel rendelkezik itt a vezérszárnyon, helyett a királyszárnyon. Nyilván, hogyha leütök ide agyre, akkor vezér H7 király F8 után nem vezér H8 mattot adom be, mert azt az ellenfél leütögeti, hanem vezér F7 mattot, which is szerintem követhető. Vagy, ahogy itt emőt tanítványom mondta, itt a legjobb lépés ló E6, és ha leüt az ellenfél, akkor bástya F5. És ha leüt az ellenfél, akkor futó H6. És igaza van, bár azért kicsit aggódnék azért a gyerekért, aki ennyire szeret kegyetlenkedni az ellenfeleivel. Ja, úgyhogy erre nem igazán van lehetőség. Mit lehet még kezdeni ezzel a B4 lépéssel? Hát szinte logikusnak tűnik újra, hogy lépek itt egy Lu XB4-et, de itt CB4 vezér A4. Futó H6 vezér A1, bástya A1 után, megint csak az ellenfélnek ugyan van kettő darab gyalogja feketének, de egyébként meg a helyzet az, hogy két tisztem van egy bástya cserébe, és itt azért megint megérkeztem a királyszárnyon. Na erre nem engedtem rá az elemző programot erre az állásra, de világosnak nem nagyon kellene aggódni egy-egy ilyen állásban. Úgyhogy B4 lépésre, én nem tudom, hogy ez készülés volt, nem tudom, hogy ez az MVL-nek a kreatív megnyilvánulása volt, erre parti közben jött rá, avagy sem, de
Hiába nem mennek jól a verseny, nem véletlen, hogy ő a világranglista 5. helyezettje. Futó F3 következett ebben a partiban. Megtámadták a vezéremet, mit csináljak vele? Hát elhűnni nem fogom. Úgyhogy futó F3 nagyon ötletes áldozat következett itt a játszmában. B-ütő alatton kívül nincs igazából más. Hogyha jön mondjuk futó F3, vezére E5, gondolom, elég jó lépésnek tűnik. Feketének sima gyalog előnye van. Az állása védett, centrum gyalogai vannak, félig nyílt C-vonal. Ez a világos gyalogszerkó sem egy leány álom. Úgyhogy a partiban futóüti F3-ra érkezett B-ütő A5, elfogadtuk a vezéráldozatot. Érkezett futó E2, és hirtelen a D1 bástyának kicsit gondja akad. Hogyha érkezne mondjuk bástya 1, akkor futó C3 után megint csak kialakulna egy olyasmi állás, amit hogyha patika mérlegre tesszük a figurákat, még sötét jobban is áll, hiszen a vezérért cserébe van egy bástya, van egy könnyű tiszt, illetve van két gyalog. Ami többé-kevésbé tizet ér, vezért legtöbbször 9-nek szokták, meg számol 9-es értékkel szokták megszámozni. Megint csak fontos már azoknak, akik ezt a videót nézik, néha azért ezen el lehet gondolkozni, el lehet kontemplálni, hogy amikor gyerekeknek tanítjuk ezt, meg ovisoknak, meg esetleg a sakkot használjuk arra, hogy egyáltalán elmagyarázzuk az összeadást, meg kivonást, hogy három bássa az többet ér, mint nem tudom, mint egy vezér, meg egy huszár. Van ennek pedagógiai értéke, de azért figyeljünk oda, hogy ezeket a kategóriákat mi már kezeljük rugalmasan, ne szabjunk magunknak mesterséges határokat. Az, hogy a figuráknak mennyi az értéke, nem tudom, talán a FIDE handbookban, vagy ez az általános elfogadott értéke, sok esetben arról lesz szó, hogy egy gyalog sokkal többet ér, mint egy vezér, hiszen hogyha van egy olyan gyalogom, aki miatt nem kapok mattot, hát ez fontosabb, mint egy vezér. De vannak olyan állások, ahol egy huszár agyon tud verni egy vezért, rengeteg kivétel van, ezeket a kivételeket mindig egyenként kell vizsgálni, nincs ilyen általános szabály, ezért mindig 9-et ér a futó, meg mindig 3-at ér. Bizonyos állásokban figurák magasabb értéket vesznek fel, bizonyos állásokban sokkal alacsonyabb értékeket. Itt azért ezt megint csak feketével játszanám. Játszomban hasonló dolog történik, ugye gondban van a D1 bástya. Partiban érkezett bástya D5, és a következő szuper jó lépés futó C3 után ló B4, és azért érdemes elcsodálkozni, hogy itt meg mi a búbánat völgye történik. Ugyanis megtámadtam a D5 bástyát, itt leütik. Elképesztő harmóniában vannak a fekete színű figurák. A partiban következett bástya D4, maróci szabálynak is lehetne nevezni, hogyha van valamiféle anyagi előnyünk, mint ahogy itt egyébként nincsen, de nem ez a lényeg. Maróci szabály szerint, hogyha van anyagi előnyünk, akkor érdemes vizsgálni azokat a lehetőségeket, hogy ebből az anyagi előnyből egy kicsit visszaadunk, cserébe pedig állás előnyre teszünk szert. Miért is nem ment itt bástya B4? Azért nem, mert ezt ugye büntetlenül le tudom ütni, vezér B4 után megint csak bekukucskál itt egy alapsorimat. Úgyhogy a bástyával valamit kezdeni kell, hogy érkezik esetleg bástya G5, akkor Printer Józsi bácsi kinyomtatja a következő figurát, jön bástya C4, vezér G3 után pedig a másik bástyának fogjuk elfogyasztani a helyeit. Bástya B3-ra futott üti B4, és hát nyilván vagy matot adunk az ellenfélnek, vagy nem, valószínűleg nem, de megint csak bőven elegendő mennyiségű ellenértéket sikerült összekalapozni. Ha megjön mondjuk bástya B3, akkor jön futó E5, és reménykedünk benne, hogy megint csak az alapsorát fogjuk tudni kihasználni az ellenfélnek. Melyik figurám állt rosszul, de E8 bástyának nincsen dolga, C8-on már fenyeget C1-re ütni, futó D2-re pedig jön bástya E4, és hát sötétnek elképesztő módon dominálnak a figurái, reménykedünk abban, hogy vezér H3-at lép az ellenfél, és akkor megint csak egy cuki kis alapsori mattal tudjuk megkínálni. Madám számítógépit azt mondja, hogy nincs nagyon jobb bástya D3-nál. És amit kialakult, világosnak van egy minőségelője, cserébe van két gyalog. Ezt az állást 10-ből 10-szer feketével játszanám, még az is lehet egyébként, hogy futó F4-jel azonnal van valami történetünk, de itt feketének hatalmas fölénye van. Úgyhogy úgy döntött itt Esipenko, hogy lép egy bástya D4-et, visszaadja a tiszteket, és a játszma még eltartott egy pár lépésig, innentől sajnos kicsit unalmasabban zajlott a küzdelem. Lépés ismétléses, döntetlennel. H3 elképesztően fontos lépés, és gyakran alábecsülik ezeket a lépéseket. H3-mal eléri azt világos, hogy többet nem kell számolnia azt, hogy aha, ez egy bonyolult változat, de mi van, ha alapsori mattot kapok közben?
Hárommal megakadályozza azt, fizikailag megakadályozza azt, hogy benézzen valamit. Ilyenkor azért kicsit jobb támadást vezetni. Noha világosnak itt már nem volt igazából győzelmi terve. Fekete sose fog rosszul állni egy-egy ilyen állásban, bárcsa B3 után döntetlenre adták a küzdő felek. Feketének igazából nincsen gondja, hogyha nem követel súlyos elnézést, akkor világos nem fogja tudni kihasználni azt, hogy mégiscsak van egy vezére. Nagyon szépen felhúzta itt ilyen sündisznó tüskékkel az állását fekete. Nem igazából látszik betörési mező, az egyetlen nyílt vonalat sötét nagyon szépen uralja. De feketével sem igazából tűnik reálisnak az, hogy győzelemre játszunk. Bársa B3 után, Bársa B3 vezér B3, Bársa C4 futó a 7-20 C6 után. Fekete teljesen jól áll. Nem biztos, hogy mobilizálható az a D meg az E gyalog, úgyhogy ebben már nem is mentek be a felek, kicsit hamarabb döntetlenre adták, ami szerintem teljesen jó. MVL ellen mindig jó egy döntetlen. B kell valljam, azért valószínűleg, hogyha itt Fischer, vagy Kasparov, vagy Polgár Judit néni van bármelyik színnel, akkor talán nem lett volna ilyen békülékeny a végkimenetel. Lehetett volna még ezt talán nyúzni egy 4-5 órán keresztül, persze ügyekben én aztán nyúzzanak meg engem, igaz? No, eszmei egységünk végére értünk. Kicsivel lájtosabb partik fognak következni a harmadik részben. Ha túlélted ezt a videót, akkor büsszencs vagyok rád. Te meg legyél inkább büszke saját magadra, mert hogy most olyan játékosoknak a nagyon magas színvonalú játszmáit tekintetted meg, ami nagyon jótékony hatással lesz a játékodra, gyanítom én. Ha meg pusztán csak láttunk egy pár jó partit, és azt mondjuk, hogy ja, ez szép, szerintem az élmény akkor is megérte. Nem csak, hogy szép, nem csak, hogy esztétikailag szép, hogyan is máshogyan lehetne szép, mondja Besenyő Pista bácsi, szépség esztétikai fogalom. A sakkozók elég büszkék arra, hogy a sakk minden sport, és tudomány, és művészet. Kicsit mindegyik, kicsit egyik sem. Nincs egyszerű dolga egyik irányban sem, hiszen legtöbb, nem tudom, kicsit szűklátókörű sportrajongó nem érti ezt, miért nem vannak mozgás közben emberek, nem sport, meg nem az a klasszikus értelembe vett tudomány, mint a, nem tudom, mint a földrajz, vagy akár mint az irodalom, kicsit még a rendszerezés várat magára ezzel kapcsolatban, és nem úgy művészet, mint mondjuk a széles körben értelmezhető művészeti ágoknak az egyike. Portis Lajos bácsi mondta azt, őt fogom most pontatlanul idézni, hogy ha az ember beül meghallgatni egy Paganinit, meghallgatni egy Bachot, meghallgatni egy Mozartot, akkor nem kell különösebb előképzettség ahhoz, hogy érezze, hogy ez miért szép. Minden is küldöm szívemnek az összes sugarát Portis Lajos bácsi felé, aki ezt feltételezi az emberek nagy részéről, hogy beülnek meghallgatni egy klasszikus zenei darabot, meg beülnek valami Csajkovszki estre, és azt mondják, hogy hát ez tök jó, mennyire király, igaz? Bár ilyen lenne mindenki, tényleg. Hanem ahhoz, hogy a sakkban lévő értékeket fel tudjuk fedezni, és megértsük ezeknek a művészi értékét, nagyon-nagyon sok előképzettség kell ehhez. Nem lehet feltétlenül külső szemlélő számára egyszerű elképzelni azt, hogy ezek a csávók fa figurákat tolnak 2-3 centivel arrébb, és ettől valaki elsírja magát örömében, valaki meg elsírja magát bánatában. Joggal lehetne ezt az agybaj egyik szimptomájának is elkönyvelni, én azt mondom, de aki a sakkban meg tudja látni a szépséget, egyrészt ez egy jó hír, mert valószínűleg akkor minden másban is meg tudja esetleg látni a szépséget, és ezek a srácok pedig gondolkodtak arról, hogy ki legyen elégítve az esztétikai kívánalmunk. Szóval elég nehéz partik voltak most, kicsit több volt itt a mozizás. A következő etapban feldolgozásra kerülő játszmák kicsit talán követhetőbbek, kicsit még tanulságosabbak lesznek, kicsit hozzánk közelebb álló színvonalon zajlottak le ott az események. Köszönöm szépen mindazok számára, akik megnézték a videót, köszönjétek meg saját magatoknak is. Úgyhogy én voltam Haszon Dávid, találkozunk egészen hamarosan, ugorodsz tovább a következő videóra, hogyha nem volt elég, tegyél így, kicsit fura, de oké. Minden jót és jó játékot kívánok, sziasztok!